Bemutatták a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szemle 2018. évi 4. számát. Ez már az 53. évfolyam, és az elmúlt évtizedek alatt számos érdekes és értékes írást jelentetett meg a kiadvány. Ezért a megyei önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a lap megjelenésére, jelenleg közel 2 millió forinttal támogatja a kiadvány szerkesztését és kiadását. Sajnos volt egy másfél-két éves periódus, amikor csak az internetes megjelenését tudtuk támogatni a folyóiratnak, de 3-4 éve újra támogatja a megyei önkormányzat anyagilag is a folyóirat, a periódikának a megjelenését. Teret ad a folyóirat a helyi tudományosságnak, publikációs lehetőséget ad a megyében élő itt alkotó értelmiségieknek, tudósjelölteknek, tudósoknak. Ilyen szempontból nagyon fontos a periódikának a léte, és úgy látom, hogy a szerkesztőbizottság nagyon is a helyzet magaslatában és jó színvonalon végzi a munkáját, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a következő években, évtizedekben is az olvasók kezükbe vehetik ezt a lapot. A szemlét mindig úgy állítják össze, hogy legyen egy fő témája, és azt a lehető legtöbb oldalról mutassák be. Így volt ez idén is, ezúttal Krúdy Gyula adta a lap sajátos arculatát. Mégpedig abból az apropóból, hogy születésének 140., halálának 85. évfordulója tiszteletére vagy emlékére ősszel, október 19-én, közel a születésnapjához tartottunk egy tudományos konferenciát, amelyet a Nemzeti Kulturális Alap is támogatott. Ennek a konferenciának az előadói között a Miskolci Egyetemnek, a Budapesti Egyetemnek, a Szavária Egyetemi Központnak és a Nyíregyházi Egyetemnek a munkatársai, tanárai, irodalomtörténészei tartottak előadásokat. Az ő előadásaiknak szerkesztett változatát teszi közzé a szemlénknek az első fele. A szemle második felében a szerkesztők megemlékeznek a Jósa András Múzeum elmúlt 150 évéről és a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola alapításáról. Emellett szép irodalmi anyagokat is közölnek, közte a nemrég Príma-díjat kapott Kovács Judit regény részletét, valamint az idén Radkó-díjat kapott Buda Ferenc egyik versét.